Ez a sportág azért alakult ki itt Bódén, mert szerettünk volna valamit csinálni, valamit mutatni a bódai fiataloknak, és az Ajkán régen szebb időket megírt dobóatlétikát szeretnénk itt újraéleszteni. Van talán ennek alapja, kisfiam volt diszkoszvető, ő többszörös magyar bajnok serdülő korcsoportba, és hát elég komoly eredményeket ért el, és sajnos ő abba hagyta, ő most egyetemista, de annak ellenére mi a bódai fiatalokat szeretnénk megnyerni a cél érdekében, és szeretnénk kalapácsvetésbe és diszkoszvetésbe itt nagyon komoly sportéletet kialakítani. Mint ahogy látják, egy komoly, hát idézőjelben mondom, egy dobóstadionunk van, lelátóval, szektorral és megfelelő nagyságú helyen. Itt még tudunk kalapácsvetőpályát csinálni, a jelenlegi dobókör túlsó felére szeretnénk, és itt, ahol most állunk, ide egy mobil diszkoszvetőpályát szeretnénk, kört szeretnénk még csinálni azért, hogy ha netántán az jövőt illetően lennénk többen, akkor egyszerre három körből tudjanak dobni a gyerekek, és így kevés lesz a holtidő, és hát, ha érünk el valami eredmény. Egyébként el kell, hogy mondjam, voltak nekünk már magyar bajnokságon indult versenyzőink, akik serdülő korcsoportba, lányok kategóriájába, volt 6., 8. helyezettünk, volt 11. helyezettünk. Most ők abba hagyták ezt a sportot, egyéb elképzelések véget, hál' Istennek van egy Boros Máté nevű fiatalember, aki serdülő korcsoportban nagyon komoly eredményeket ért el. A Surika kupán minden alkalommal ott vagyunk Szombathelyen a Dobóakadémián, és most legutoljára 3. helyezést ért el a szombathelyi fiúk között, ami nem sámli eredmény, igaz, nem dobott nagyot, csak a felkészültségének megfelelően. Nagyon remélem, hogy ez a pszichológiai határ, ami ő neki a 40 métert jelenti, holott tudja ő már ezt, de versenyen még nem képes rá. Tehát edzésen már nagyon sokszor túldobta, de versenyen nem képes erre, hogy még már, hogy megcsinálja. Nagyon remélem, hogy még ez a néhány verseny, ami még vissza van ebbe a évbe, meg sikerül csinálni a 40 métert. Jelentkezni lehet 10 éves kortól, és azon lányokat, fiúkat várjuk ide, diszkoszvetőnek, illetve kalapácsvetőnek, akik esetleg más, egy mozgékonyabb, egy más mozgáskultúrát igénylő sportot talán nem szívesen választanának. Egy erősebb karakter, egy rámásabb fiatal ittléte sokat jelentene szakosztályunknak, és hát 8-10 főnél nem kívánunk tervezni több versenyzőt korcsoportonként, mert az már nem fér el, de ennyi elférne, és így hamar el lehetne jutni odáig, hogy egyénibe természetesen Magyarországon domosportban nagyon nehéz nagy eredményt elérni, de csapatba esetleg, ahol 4 fő dominál, ott esetleg tudnánk már megcsípni valami komolyabb eredményt, és tulajdonképpen erre bazírozunk, hogy ez sikerüljön egyszer.